Jó estét kívánok! Katasztrófáról, cunamiszerű áradásokról beszélnek a nyugat-balkáni országokban, ahol már mintegy 30 halálos áldozata van a heves esőzéseknek és árvizeknek. Szerbiában vannak a Hunor mentőszervezet tagjai, akik már több embert kimentettek. Ők azt mondták, a szerb belügyminiszter személyesen mondott köszönetet a Magyarország által küldött légi és vízimentési segítségért. Gumicsónakkal, helikopterrel, de néha a hátukon mentik az embereket a mentőalakulatok a szerbiai Obrenovácban. A 100 000-es lakosú város a Száva áradása majd a gátszakadás miatt teljesen víz alá került. Ez borzalmas, ilyen még soha nem volt, mondta egy kimentett férfi. Egy másik pedig arról beszélt, hogy bár a lakásuk 2,5 méter magasan van, 15 centiméteres víz áll benne. Sem vízük, sem kenyerük nincs már. A mentőalakulatok van, ahová visznek némi élelmet. Egy asszonynak vödörben adtak be kenyeret az ablakon keresztül. Azt mondta, már azt sem tudja, mennyi az idő, mert nincs elem az órájában. Obrenovácon vannak a magyar katasztrófavédők is, akik már 6 embert, köztük 3 gyereket mentettek ki helikopterrel. A Hunor mentőszervezet 27 tagja 5 motorcsónakot, egy csónakot és egy mentőhelikoptert küldött Szerbiába. Egyesek holttesteket láttak úszni a víz felszínén. Van, aki egyszerűen nem akarja elhagyni az otthonát, és meg sem tudjuk győzni. Mások viszont kérik, hogy telepítsük ki őket, mert nem tudunk nekik élelmet vinni, mondta egy önkéntes. A szerb miniszterelnök szerint történelmi léptékű az áradás. Ilyesfajta árvízre nemhogy 100 évente, de 1000 évente kerül csak sor, mondta Alekszandar Vučić, aki köszönetet mondott a külföldi segítségért. Szerbia kormánya az egész ország területére veszélyhelyzetet hirdetett, miután több tízezer ember kényszerült lakhelye elhagyására, és több ezer épület megsemmisült. A Száva folyó a legnagyobb szerb hőerőmű közvetlen közelében is áttörte a gátakat, de sikerült még időben helyreállítani. Ennek ellenére csak nem felére csökkent az áramtermelés. Ezreket evakuáltak Szabács és Sremska Mitrovica városokból is. Súlyos a helyzet a szomszédos Horvátországban, illetve Boszniában is, ahol a folyók vízállása történelmi maximumot ért el. Bosznia 1/3 víz alá került. Ráadásul az árvíz és a földcsuszamlások miatt félő, hogy elmozdul az a mintegy 100 000 taposó akna, amely még a balkáni háborúk idején került a talajba.